frissen szigetelt falak, új hőszigetelt ablakok, ajtók és eres csatorna. Így néz ki kívülről most a Bartók Béla utcai általános iskola tolnán. A feladatunk 4 helyszínen 5 épületnek az energetikai korszerűsítése volt. Ami műszaki tartalmat ez jelent, nagyjából az 5 épület közel azonos műszaki tartalommal készült. Ebből az 5 épületből 2 az helyi védelem alatt állt, tehát ott némileg módosított műszaki paraméterekkel készült a felújítás. Nyílászárók, korszerű 3 rétegű fa, illetve műanyag nyílászárók lettek beépítve. Fűtéskorszerűsítésre került sor minden iskola esetében, a kazánok és a hőleadó radiátorok kerültek lecserélésre, illetve napelemes rendszerek kerültek kiépítésre 4 iskola esetében, az 5-ös utcai iskola esetében már egy meglévő napelemes rendszer korábban kiépült, illetve az épületek akadálymentesítésére került még részben sor, a bejárataik lettek akadálymentesítve, illetve egy-egy akadálymentes mosdó lett kialakítva épületenként. Az iskolák helyreállítására a város 350 millió forintot költött, a forrás nagy részét a területi és településfejlesztési operatív program pályázatán nyerte az önkormányzat. Az Európai Unió által kiírt területi operatív programban pályáztunk még 2016-ban erre a támogatásra. 2017 volt az az év, amikor a döntés megszületett és a támogatási szerződést is alá tudtuk írni. És ugye ez egy speciális időszak, amikor az iskolában nem folyik oktató-nevelő munka. Tehát a kivitelezőnek úgy kellett dolgoznia, hogy lehetőleg minél kevesebb idő essen a szüneten kívüli, tehát a tanévre. Ez sikerült megvalósítani, tehát gyakorlatilag a kivitelező, nyilván ez nem kis erőfeszítésébe került, úgy alakította, hogy az összes épületet zömmel a nyári szünet idejére tudta időzíteni, de én azt gondolom, hogy mégiscsak egy kicsit belenyúlott ez a tavaszba és az őszbe is, úgyhogy köszönöm és köszöntem a türelmet a pedagógusoknak is és a diákoknak is, hiszen azért részben jó, részben kevésbé jó, amikor egy ilyen munka folyik. Jó azért, mert hogy szép lesz, de hát azért ez borzasztó nagy zajjal jár, amikor radiátorokat cserélnek, meg kívül állványoznak. De a gyerekeknek talán érdekes is volt ez. Ugye itt most kifejezetten energetikai korszerűsítésről van szó, de hát azért ennek van egy nagyon-nagyon látványos eleme még hozzá. Azok a homlokzat felújítások, amik ezeknél az iskolaépületeknél meg tudtak valósulni, tehát gyakorlatilag új ruhába öltöztek ezek az épületek. Mindemellett természetesen fűtéskorszerűsítés, napelem, nyílászáró csere, hőszigetelés is van, de hát sokkal-sokkal szebbek lettek ezek az épületek. Bár az intézmények fenntartása és üzemeltetése sem helyi önkormányzati feladat már néhány éve, Appelszoffer Ágnes polgármester mégis azt mondja, fontos volt, hogy minél előbb be tudják fejezni a fejlesztéseket. A cél, amikor először beadtuk, nyilván kettős volt. Az egyik az az, hogy az energiaszámlákon spóroljunk, és többet tudjunk esetleg majd fejleszteni a megtakarításból. Másik pedig az, hogy ezek az épületek megújuljanak. Aztán közben az egyik része az elesett, az kiesett az a láb, mert hogy az iskolák működtetése állami feladat lett, és az önkormányzat kötelező feladatai közül kikerült. De én azt gondolom, hogy mégiscsak nagyon-nagyon fontos az, hogy a Tolnán lévő épületek, ahová tolnai iskolások járnak, és zömmel tolnai pedagógusok dolgoznak, és egyébként a városkép szempontjából is kiemelt fontosságúak, ezek a közintézmények, középületek megújuljanak. A fejlesztések nem érnek véget Tolnán az iskolák átadásával. A városban folytatódik az út- és járdahelyreállítási program, és hamarosan megkezdődik a játszóház építése is.